Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Bíró Tamara vagyok. Műsorunk elején Pásztor Istvánra emlékezünk. A Vajdasági Magyar Szövetség néhai elnöke tegnap volt egy éve, hogy elhunyt. Felidézzük szakmai sikereit, de a szerdai megemlékezéseket is bemutatjuk a műsorban. Ezt követően beszédrészleteket láthatnak a Pásztor István díj átadójáról. Közeledik Mindenszentek és Halottak napja, Horváth Ákos atyával beszélgetünk a témáról. Kiosztották a Pataki Gyűrű díjat, idén Kalmár Zsuzsa kapta az elismerést. Tartsanak velünk, azonnal kezdünk! Tegnap volt egy éve, hogy elhunyt Pásztor István. A 67 éves politikus rövid, súlyos betegség után halt meg. Pásztor István több mint 16 éven át 2007-től 2023. október 30-án bekövetkezett haláláig vezette a legnagyobb vajdasági magyar pártot, a Vajdasági Magyar Szövetséget. Következő bejátszásunkban felidézzük a néhai VMS elnök szakmai sikereit. Pásztor István majdányi származású, 1956. augusztus 20-án született Törökkanizsán. Majdányon töltötte gyermekkora első néhány évét. Az általános iskolát és a gimnáziumot Szabadkán végezte el, majd egyetemi oklevelet 1980-ban az Újvidéki Egyetem jogi karán szerzett. 1994 óta volt a Vajdasági Magyar Szövetség tagja. 1992 és 2000 között a Szabadkai Községi Képviselőtestület tagja, 96-tól 2004-ig tartományi parlamenti képviselő volt, 96 és 2000 között a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Képviselőházának parlamenti képviselője is, 99-től 2002-ig pedig az akkori ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács tagja, az intézőbizottság elnöke. A 2007-es esztendő különösen fontos volt Pásztor István életében. Május 5-én a Magyar-Kanizsán tartott 11. tisztújító közgyűlés egyedüli jelöltként a párt elnökévé választotta. Pásztor István politizálásának köszönhetően soha nem tapasztalt történelmi csúcsra ért a szerb-magyar viszony. 11 évvel ezelőtt kezdődött meg a szerb-magyar történelmi megbékélési folyamat, ekkor a szerbiai parlament elfogadta a vajdasági magyar polgári lakosság ellen 1944-45-ben elkövetett aktusok elítéléséről szóló képviselőházi nyilatkozatot. Csúrogon közösen hajtott fejet az akkori magyar és az akkori szerb államfő Áder János és Tomislav Nikolić az ártatlan áldozatok emléke előtt. Azt gondolom, hogy akár 5 évvel ezelőtt, de 10 évvel ezelőtt biztos nem volt ember, aki arra mert volna fogadni, hogy a két ország között ilyen viszony alakul ki, amelyik most már nem csak jó szomszédi, nem csak partneri, hanem egy olyan viszony, amelyik a stratégiai partnerséget, a stratégiai együttműködést fogalmazza meg célként. A felsoroltak mellett Pásztor István síkra szállt a szülőföldön való megmaradásért is. Sokat tett azért, hogy az itt élők jobb feltételek mellett élhessenek. A Prosperitáti Alapítványon keresztül Magyarország kormányának hathatós támogatásával ösztönözték a gazdasági élet szereplőit. A nemzetpolitikának ezen belül azt gondolom az anyaországi kormányzatnak és a Vajdasági Magyar Szövetségnek pedig semmi más feladata nem lehet, mint ezeket a lehetőségeket biztosítva segíteni az embereknek, hogy aki itt kíván boldogulni, itt tudjon boldogulni. Lobby tevékenységének köszönhetően iskolák és óvodák újultak meg, valamint olyan településeken is újraindult a magyar nyelvű oktatás, ahol évek óta nem volt rá példa. Küzdött azért, hogy a szabadkai zsinagóga régi fényében tündököljön, azért is, hogy a város történelmi, szecessziós magját megóvják. Palics fejlesztését is prioritásként kezelte. Visszaemelte a közbeszédbe az egykori legendás polgármester dr. Bíró Károly alakját, aki szobrot is kapott Szabadka központjában. Folyamatosan felhívta a figyelmet a szerb-magyar határmenti településeket sújtó migrációs válságra, az ott élők életének védelme érdekében. Hogy nekünk nincsen más választásunk. Ha egyedül leszünk, akkor is ezt a kérdést mozgatni kell, akkor is ezt a kérdést melegen kell tartani, követelni kell ennek az ügynek a kezelését,
mert tarthatatlan ez a helyzet. Munkáját több kitüntetéssel is jutalmazták 2021-ben Áder János az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztje csillaggal polgári tagozata kitüntetést adományozta a vajdasági magyarság érdekében több évtizede fáradhatatlanul végzett szolgálata, valamint a magyar-szerb megbékélési folyamatban és a két ország kapcsolatrendszerének megerősítésében betöltött példaértékű szerepe elismeréseként Pásztor Istvánnak. 2022-ben a szerb államfőtől vehette át a Sretenje, vagyis a Gyertyaszentelő Érdemrend első fokozatát. A Gyertyaszentelő Érdemrend átvétele után a következőket nyilatkozta. Kisebbségi magyar politikusként mi más lehetne a dolga az embernek, mint hogy a saját közösségének, a tagjainak a mindennapjait intézni jobbá, elviselhetőbbé, előremutatóbbá tenni, és ugyanakkor ezzel párhuzamosan a saját szülőföld felemelkedését szolgálni. Pásztor Istvántól 2023. november 4-én vettek végső búcsút, hogy személye milyen jelentős volt a Kárpát-medencei, a szerbiai és a magyarországi politikai és közéletben, arról a temetésen résztvevő magasrangú képviselők jelenléte is tanúskodott. Mint pásztorát vesztett nyáj, úgy állunk most itt lehajtott fejjel és nehéz szívvel. Szerbek és magyarok, anyaországi és külhoni magyarok, Kárpát-medencei, anyaországi és vajdasági magyarok. Ezekkel a szavakkal búcsúzott Orbán Viktor a VMS elnökétől. Pásztor István katonaként élt, katonaként harcolt és katonaként is ment el, emelte ki a magyar miniszterelnök. Hangsúlyozta, ő volt az első, aki nem csak remélte és hitte a nemzetek közötti megbékélést, hanem tett is érte. Pásztor István elnök úr nem csak nagyszerű fegyvertárs volt, hanem igaz barát is. Időtlen idők óta ismertük egymást. Emlékszem, 2010 májusában ő volt az első hivatalos látogatóm a miniszterelnöki eskütételt követően, és ez nem volt véletlen. Nem is tudom, hogy ő támasztotta meg bennünket, vagy mi támasztottuk meg őt éppen akkoriban, de jól emlékszem a közös felelősség nyomasztó súlyára. Pásztor István nem csak sajátjaiért, a vajdasági magyarokért viselte ezt a felelősséget, hanem az egész magyar nemzetért. Pásztor István történelmi alak, akinek a neve bekerül nem csak a magyar, hanem a szerb történelem könyvekbe is. Így búcsúzott megemlékező beszédében Alekszandar Vučić. A szerb államfő szerint a VMS elnöke folyamatosan a két nép megbékélésén dolgozott. Az államfő hangsúlyozta, hogy Pásztor Istvánt nem érdekelték a fotelek, hanem az, hogy milyen fejlesztéseket tudnak megvalósítani a gyakorlatban. István Pásztor je postao jedan od najvažnijih ljudi na srpskoj političkoj sceni, bez koga je bilo nemoguće zamisliti punu stabilnost i najbliže odnose između Srba i Mađara. I svaki put kada bismo razgovarali pred izbore i posle izbora, sa njim nikada nije bilo iznenađenja. Nije bilo onih političkih trikova, jedno mesto više, jedna fotelja više, nije ga to interesovalo. Hoću da to njegovi Mađari ovde znaju, interesovalo ga je nešto drugo. Interesovalo je koliko puteva više će da prođe kroz mađarska sela i naselja, koliko posla, koliko fabrika možemo zajednički da napravimo, dovedemo i šta je to što možemo da donesemo. A Vajdasági Magyar Szövetség harmadik elnökeként 16 éven keresztül 2007 óta vezette a pártot. Pásztor halála után a Vajdasági Magyar Szövetségre elnökük elvesztése mellett más teher is nehezedett, kiírták a választásokat Szerbiában. Szinte sehol nem volt még példa arra, hogy egy politikai párt néhány nappal a választási kampány kezdete előtt elveszítené a pártelnökét.
Negatív visszhangok is kezdtek elterjedni, többen kételkedtek a VMS választási eredményeiben, majd elérkezett a választások napja. Már aznap este dr. Pásztor Bálint, a VMS, akkor még csak megbízott elnöke, sajtótájékoztatóján kijelentette, a Vajdasági Magyar Szövetségnek köztársasági és tartományi szinten is sikerült megőriznie politikai súlyát. Dr. Pásztor Bálint szavai szerint sikerült bizonyítani, hogy a VMS egységes, összetart és nem lehet felmorzsolni. A mindennapi munka mellett a magyar párt közben nem feledkezett meg Pásztor István munkásságáról és hagyatékáról. Idén első alkalommal osztották ki a Pásztor István díjat, amelyet a Vajdasági Magyar Szövetség egykori elnökének nevét viselő alapítvány ítél oda minden évben egy magyarországi és egy szerbiai személynek, akik hozzájárulnak a magyar-szerb viszony további erősítéséhez, valamint a vajdasági magyarság szülőföldön maradásához és fejlődéséhez. Pásztor István halálának évfordulója alkalmából több megemlékezést is szerveztek október 30-án. Emléktáblát avattak Noszán a VMS egykori elnökének tiszteletére. Szabadkán a Szent Terész székesegyházban szentmisét tartottak, ahol jelen voltak az egyházi méltóságok, valamint Pásztor István családja és barátai is. Délután a Bajai úti temetőben elhelyezték a kegyeletvirágait a VMS egy éve elhunyt elnökének sírjánál. Áder János és Tomislav Nikolić, Magyarország és Szerbia korábbi köztársasági elnökei is gyertyát gyújtottak Pásztor István emlékére. A magyar himnusszal kezdődött az emléktábla avatás és egyben megemlékezés Noszán. Az alkalmi műsor keretében egyebek mellett szavalók is felléptek. Pásztor István egy éve hunyt el. Több mint 16 éven át haláláig vezette a legnagyobb vajdasági magyar pártot, a Vajdasági Magyar Szövetséget. A tartományi képviselőház történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő elnöke volt. Fia, dr. Pásztor Bálint beszédében hangsúlyozta, édesapja számára a magyar közösség érdeke volt az elsődleges. Mert ennek a közösségnek az érdekében élte a mindennapjait, soha nem a saját egészsége, soha nem a családi érdek, vagy a szűk hozzátartozóinak az érdekeit tartotta elsődlegesnek, hanem elsődlegesnek is, meg másodlagosnak is, meg harmadlagosnak is ennek a közösségnek az érdekeit, és azoknak érvényre juttatását tartotta, aztán jött mindenki más. Mi ezt az Ábellal nagyon korán észrevettük, megtanultuk, és elfogadtuk, tudtuk, hogy ez így van rendjén, mert ki más csinálta volna, ha ő nem csinálta volna. A Noszai Művelődési Ház falára felhelyezett emléktáblát fiai dr. Pásztor Bálint és Pásztor Ábel leplezte le. A VMS elnök elmondta, ma nem csak családja, hanem az egész vajdasági magyar közösség emlékezik. Mindannyiunknak az a feladata, hogy tovább vigyük az ő életművét, mondta dr. Pásztor Bálint. Ezért örülök annak nagyon, hogy tegnap előtt meg tudtuk ismételni azt, ami 2013-ban már egyszer bekövetkezett, és talán Pásztor István eredményei közül a legmarkánsabbat sikerült aláhúzni, megismételni azáltal, hogy újra Csurogon két hivatalban levő köztársasági elnök közösen hajtott főt az ártatlan áldozatok emléke előtt, és hogy át tudtuk adni a zsabiai templomot, azt a templomot, amely a Sajkásvidék magyarságának a szenvedéseit és sorsát fejezi ki, fejezte ki az elmúlt évtizedekben, ma pedig a régi pompájában tündököl. Olyan eredmények köszönhetőek neki, mint a nemzeti tanácsok jogállása, a gazdaságfejlesztés, a szerb-magyar stratégiai partnerség és barátság, a kis közösségek fejlesztési elképzeléseinek a felkarolása és megvalósítása, emelte ki dr. Pásztor Bálint. Pásztor Istvánra a Vajdasági Magyar Szövetség néhai elnökére emlékeztek szerdán délután Szabadkán a Szent Terész székesegyházban, halálának első évfordulója alkalmából. A szentmisét Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök celebrálta, továbbá mások mellett részt vett rajta Dolinszky Gábor, evangélikus püspök helyettes, valamint Harangozó László, szerbiai református püspök. Mindannyian Pásztor István életművét méltatták, illetve a Szentírásból is idéztek. A Szentírás tanítja, hogy üdvös dolog a
az elvünkökért imádkozni. A VMS néhai elnökének szívügye volt a szülőföldön való megmaradás. Sokat tett azért, hogy az itt élők jobb feltételek mellett élhessenek. A magyar lakta települések fejlesztését tartotta szem előtt. Őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Pásztor István politizálásának köszönhetően soha nem tapasztalt történelmi csúcsra ért a szerb-magyar barátság. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Délután a Bolyai úti temetőben elhelyezték a kegyelet virágait a Vajdasági Magyar Szövetség egy évvel hunyt elnöke Pásztor István sírjánál. Elnöksége alatt nem csak politikai vezetőként állt helyt, hanem példaként is szolgált mindazok számára, akik hisznek a közösség összetartó erejében és az együttműködés fontosságában. Bár őt egy évvel ezelőtt elveszítettük, emléke és öröksége tovább él a szívünkben, mondták Pásztor István sírjánál. A kegyelet virágait elsőként a család helyezte el. A Vajdasági Magyar Szövetség nevében Juhász Bálint, a tartományi képviselője és a VMS intézőbizottságának elnöke koszorúzott. A néhai VMS elnök sírját megkoszorúzta Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Gyivánovit Dániel, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke, az önkormányzatok és a VMS községi szervezeteinek, a civil szervezetek és egyesületeknek a képviselői. Egy szál fehér rózsát tett Pásztor István sírjára Pirityiné Szabó Judit, Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője is. A késő délutáni órákban Szabadkára érkezett Áder János és Tomislav Nikolić, Magyarország és Szerbia korábbi köztársasági elnökei. Pásztor István számos más érdemei közé tartozott az is, hogy a szerb-magyar történelmi megbékélés jegyében 2013-ban Csúrogon Áder János és Tomislav Nikolić közös fejhajtással adózott a II. Világháború ártatlan áldozatai előtt. Most, 11 évvel később, Pásztor István sírjánál hajtott főt a két korábbi államfő, majd virágot helyeztek el, és gyertyát gyújtottak emlékére. A szerb-magyar történelmi megbékélés, valamint a mindössze 10 év alatt Szerbia és Magyarország között kiépült jószomszédi viszony kialakulásában betöltött elévülhetetlen érdemeikért Pásztor István díjat adományoztak tegnap Áder Jánosnak és Tomislav Nikolićnak, korábbi magyar és korábbi szerb köztársasági elnököknek. Az elismeréseket a Vajdasági Magyar Szövetség egykori elnökének nevét viselő alapítvány ítélte oda. Pásztor István halálának első évfordulóján a Szabadkai Városháza dísztermében adták át az elismeréseket. Pásztor István az egész vajdasági magyar közösség terhét a vállán viselte, teherbírása páratlan volt, mi már csak ennek töredékére vagyunk képesek. Emlékezett vissza a Szabadkai Városháza dísztermében édesapjára, Pásztor Ábel. A Vajdasági Magyar Szövetség egykori elnökének nevét viselő alapítvány igazgatóbizottsági elnöke szerint nem csak gyermekei, az egész vajdasági magyar közösség árván maradt egy évvel ezelőtt. Egy percig sem volt kétségünk a felől, hogy szeretnénk, ha Pásztor István neve a mindennapjaink része maradna. Gondozni szerettük volna szellemi hagyatékát, emlékét. Ennek eredményeként hoztuk létre a Pásztor István nevét viselő alapítványt, a Pásztor István Alapítványt. Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül kiemeljek egy párt az alapítvány céljai közül. A vajdasági magyar közösség összetartásának erősítése, a vajdasági magyar nemzeti közösség megtartása, segítése és a szerb-magyar kapcsolatok további építése. Az egységes magyar nemzet eszméjének erősítése, szoros kapcsolatok ápolása az anyaországi és a külhoni magyarsággal is. A magyarországi szerb és a szerbiai magyar közösség együttműködésének fejlesztése. A rászoruló és súlyos egészségügyi gondokkal küszködő gyermekek felkarolása és megsegítése lehetővé téve számukra a gondtalan gyermekkort. Fiatal sporttehetségek felkarolása és fejlődésük elősegítése, különösen nemzetközi bemutatkozások és megmérettetésük támogatása. Biztos vagyok benne, hogy a felsoroltak mindegyikében felismerhetjük édesapámat, azokat a célokat, amelyeket szívügyének tekintett. Egy pár mondatban szeretném bemutatni a Pásztor István díjat is.
A díjjal édesapánk emléke előtt tisztelgünk, aki egész életét a szerb-magyar kapcsolatok ápolásának és a vajdasági magyarság védelmének, jogérvényesítésének, összefogásának és a szülőföldön való boldogulásnak szentelte. A díjat az alapítvány évente, október 30-án, Pásztor István halálának évfordulóján ítéli oda olyan személyeknek, egy magyarországinak és egy szerbiainak, akik kiemelkedő tevékenységükkel és elhivatottságukkal hozzájárultak a szerb és a magyar nép közötti kölcsönös megértés, tisztelet, partnerség és együttműködés erősítéséhez. Dr. Pásztor Bálint, akit apja halála után a párt elnökévé választottak, elmondta, úgy érzi, mintha Pásztor István még mindig köztünk volna, fogná a kezünket, utat mutatna. A VMS elnöke úgy véli, folytatni kell a munkát a vajdasági magyarság szülőföldön való boldogulásáért. Kiemelte, a szerb-magyar megbékélés érdekében nap mint nap tenni kell, hogy az megmaradjon. Tomislav Nikolić elnök úrnak és Áder János elnök úrnak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy mindez megvalósult, és hogy volt mit megerősíteni két nappal ezelőtt, ahogy Alekszandar Vučićnak és Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is elévülhetetlen érdemei voltak, és vannak abban, hogy Pásztor István legfőbb életcélját meg tudtuk valósítani, ő maga életében meg tudta valósítani, és utána ezt mi fent tudtuk tartani, és tovább tudjuk ápolni, tovább tudjuk vinni. És éppen ezért nincs megfelelőbb személy arra, mint Áder János és Tomislav Nikolić, hogy az első évben a Pásztor István díjat elnyerjék. Hiszen ha az ő bátorságuk nem lett volna 11 évvel ezelőtt, akkor ez a megbékélés ez nem jött létre, nem jött volna létre. Hiszen én ott voltam, Áder Jánosnak el kellett jönnie Belgrádba, a szerbiai parlament épületébe, mint az első magyar államfő, aki beszédet intézett a szerb köztársaság parlamentjének a képviselőihez, és újból bocsánatot kért a hideg napok eseményeiért. És Tomislav Nikolićnak, akinek a szándékaival kapcsolatban a saját választótestületén belül is nagyon komoly fenntartások voltak, el kellett jönnie és letenni a koszorút Áder elnök úrral a megtépázott Krisztus szoborcsoporthoz Csurogon, és ugyanúgy mindketten elmentek az ártatlan szerb áldozatoknak az emlékhelyéhez is, hiszen ahogy két nappal ezelőtt a zsabjai templom felújítását követően a felszentelési és átadási ünnepségen mondtam, nekünk a 9 éves puskatussal agyonvert kisfiú ugyanúgy áldozatunk, mint a 9 éves magyar kisfiú, akit puskatussal vertek agyon, csak az egyiket 1942-ben, a másikat pedig 1944-ben. Ez az a politika, ami megerősítette a magyarokat is és a szerbeket is, és ez az a politika, amelyre nekünk vigyáznunk kell, és amelynek a vívmányait, az eredményeit, mint a hímes tojást úgy kell vigyáznunk azért, mert ez a magyar népnek is, és a szerb népnek is a legfőbb boldogságának és fejlődésének a legfőbb alapfeltétele. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke méltatásában kiemelte, Áder János egyike azoknak a politikusoknak, akiknek nevét és tevékenységét a hiteles szó írja le legjobban. Áder János felismerte, hogy a két nép hosszú közös együttélése alatt voltak büszkeségre, de szégyenre okot adó események is mindkét oldalon. június 23. tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem csupán egy szokványos nap volt, hanem egy civilizációs léptékű esemény, amely beíródott a történelem nagykönyvébe. Ma nem beszélnénk a 2013. júniusi eseményekről, ha Tomislav Nikolić és Áder János az Akadémiai Vegyes Bizottság munkája alapján nem állapították volna meg,
hogy gyermekeink, Magyarország és Szerbia érdekében eljött az idő a kölcsönös bocsánatkérésre és megbocsátásra. Ma nem beszélnénk a 2013. június eseményekről, ha Áder János bölcs politikai meglátásaival nem is verte volna fel, hogy hosszú, közös történelmünkben találhatóak büszkeségre és szégyenre okot adó események mindkét oldalon. Tudatában, hogy egymásról alkotott képünket a hosszú, közös élet tapasztalatai formálják, Áder elnök úr nem volta volna el a következő fontos mondatot, mert mi nem egymás mellett, hanem közép-európai népek közösségeként kívánunk élni. Mi, mai magyarok és mai szerbek, egy emberként az ártatlan áldozatok oldalán állunk. Mi nem a halál, a hazugság és a gyűlölet, hanem az élet, az igazságosság és az együttműködés örökségét kívánjuk gyermekeinkre hagyni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Történelmi jelentősége az üzenet, amely Csúrogon 2013. június 26-án elhangzott, hogy a szomszéd, aki kezet nyújt a gonosz és a szégyen idején, a jóság apostola. Az elhangzottak alapján kijelenthetjük, Áder János a jóság apostola. Teljes joggal érdemli ki elismerésünket, a Pásztor István díjat a történelmi megbékéléséért folytatott munkájáért. Tomislav Nikolić korábbi szerb köztársasági elnököt Fremond Árpád a Magyar Nemzeti Tanács elnöke méltatta, kiemelte Nikolić legfőbb érdeme a szerb-magyar történelmi megbékélésben Pásztor Istvánnal és Áder Jánossal együtt az, hogy át tudta lépni önön árnyékát, maga mögé utasítani a múlt borzalmait és európai szinten is egyedinek számító módon a két nép közötti ellenségeskedést hátrahagyni politikusként és emberként is példát mutatva. Da bi se proces srpsko-mađarskog pomirenja zaista i ostvario i da bi trodecenijska zalaganja Saveza vojvođanskih Mađara donela rezultate, bile su neophodna dva preduslova. Politički, da su uspostavljeni međudržavni odnosi koji postiču procese međusobnog razumevanja i saradnje, ali i lični, da se na čelu Srbije i Mađarske nađu ličnosti velikog političkog i ljudskog formata koje će imati hrabrosti da otvore teško i bolno pitanje. Koliko je našeg stradanja u stradanju drugih i obrnuto, koliko je stradanja drugih u našem stradanju. Dodatnu težinu činu istorijskog srpsko-mađarskog pomirenja daje i činjenica da je to događaj bez presedana u srednjoj Evropi. A u širem evropskom kontekstu uspelo je samo između Nemačke i Francuske, kao i Nemačke i Poljske. Zahvaljujući Ištvanu Pastoru, zahvaljujući hrabrosti Tomislava Nikolića i Janoša Adera, uspeli smo da preskočimo senku regionalnog, jer značaj srpsko-mađarskog pomirenja prevazilazi rešavanje odnosa između dveju država. Postaje evropski primer koji može poslužiti kao uzor i drugim narodima regiona. Klanjajući se senima nevino stradalih u Čurogu, Tomislav Nikolić je u svečanom govoru, znajući koliko su važne reči, citirao poruku iz poslanice Rimljanima iz Novog Zaveta. Koliko je do vas, budite u miru sa svima. Jer uvek na početku i na kraju stoji reč. I kao što nema rata koji nije počeo rečima, tako nema ni pomirenja bez glasno izgovorenih reči, kajanja i žajenja. Áder János ünnepi beszédében kiemelte, hogy az itt élő emberek példát mutattak azzal, hogy nem a nagy politika, a háború, az államforma, a bosszúvágy, vagy a kívülről táplált uszító harag határozta meg az identitásukat, hanem a ragaszkodás a szülőföldhöz. Hozzátette, hogy néha a legnehezebb embernek lenni, emberként élni és embernek maradni. Elsősorban a túlélőknek és az ő veszteségeiknek tartoztunk oly sokáig, húzta alá Áder János. Mi tudtuk, hogy csak akkor változhat bármi, ha kimondjuk.
Közünk van egymás fájdalmához. Közünk van a történtekhez. És közünk kell legyen a feloldáshoz. Nem vagyunk idegenek, nem vagyunk kívülállók. Dolgunk van egymással. Ha egyszer kibillent az erkölcsi világrend, akkor mindannyiunknak neki kell vetnünk a hátunkat, erőt kell beleadnunk, hogy legalább ott, ahol hati tudunk rá, helyreálljon. És amíg lesz, aki örömét leli a rombolásban, amíg lesz, akinek nem szent a másik gyásza, amíg lesz, aki minden józan érvel szembe menve pusztító, vak gyűlöletet szít, addig van tennivalónk. De erőt meríthetünk azokból, akik hűségesen voltak és vannak. A Teleki Júliákból, a Matuska Mártonokból, a Pásztor Istvánokból. Erőt meríthetünk azokból, akik makacs elszánással állítottak és állítanak a mai is emléket. Erőt meríthetünk azokból, akik mindig harag és gyűlölködés nélkül akartak és akarnak élni őseik földjén. 11 éve lezártuk közös kudarcaink történetét, és a kölcsönös tiszteletet választottuk, ami új és erős alapnak bizonyult mindahhoz, amiben szerbek és magyarok azóta együtt belevágtunk. A történelmi gesztus túlnőtt az ünnepélyes pillanaton. Kovász lett. Átjárja beszélgetéseinket, erősíti kapcsolatainkat. A két országét, a közösségekét, az egyes emberekét. Tomislav Nikolić beszédében emlékeztetett arra, hogy ő mindent megtett hivatali ideje alatt a két nép érdekében, ami módjában állt. Meggyőződése, hogy Alekszandar Vučić szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a kapcsolatokat örökössé és szétszakíthatatlanná fejlesztik. Šta bih još mogao da kažem posle onoga što su ova divna deca izgovorila večeras? Najveći dug je učiniti sve da ne zaboravite oca i majku. A vi taj dug časno odužujete. Današnji dan pamtiću kao dan u kome sam doživeo najveću čast od strane mađarskog naroda u Srbiji, naroda čijoj sam sudbini posvetio deo obavljanja svoje predsjedničke funkcije. Oktobra 2008. godine osnovao sam Srpsku naprednu stranku. Između ciljeva koje sam sebi postavio, a koji nisu mogli da bude ostvareni tamo gde sam bio od 1990. godine, bilo je i izvinjenje Mađarima i pomirenje sa njima. 18. juna 2009. godine bio sam na obeležavanju 15-godišnjice od osnivanja Saveza vojvođanskih Mađara. Moj veliki prijatelj, pokojni Ištvan Pastor, pozvao me da govorim na skupu na Paliću. Po dolasku u Suboticu svratio sam u prostorije Saveza vojvođanskih Mađara i pastor mi je rekao da će verovatno biti zvižduka i da se on izvinjava i čestita mi na hrabrosti da se pojavim na skupu. Rekao sam mu da je moja politička prošlost zaslužila zvižduke, a da je moj cilj da jednog dana od Mađara dobijem aplauze. Dočekan sam i ispraćen aplauzijom. Tada sam shvatio da ću uspeti da ostvarim jedan od svojih ciljeva i da će Srbi i Mađari živeti zajedno u slozi i prijateljstvu.
Minden szentekkor és halottak napján a hozzátartozók megemlékeznek elhunyt szeretteikről. Az ünnepekhez közeledve már sokan elkezdték rendezni a sírhelyeket. A legtöbben ilyenkor koszorúkkal és mécsesekkel érkeznek a temetőbe. Következő riportunkban annak járunk utána Magyar Kanizsán, hogy idén mennyibe kerülnek a virágok és a gyertyák, majd Horváth Ákos atyával beszélgetek a stúdióban. Minden szentekhez és halottak napjához közeledve a temetők megtelnek hozzátartozókkal. Sokan már napokkal előbb rendbe teszik a sírokat és a sírhelyek környékét. Összeszedik a leveleket, elhelyezik a virágokat és a mécseseket. Pósa Mária egykori magyar kanizsai lakos fiával érkezett a magyar kanizsai temetőbe. Idén az ünnepek előtt látogatott el ide, hogy rendbe tegye elhunyt nagyszülei, nagynényei és testvére sírját. Az emlékezés különösen fontos számára, és igyekszik meglátogatni a sírokat, valahányszor lehetőség adódik rá. Amíg erőm bírta, igen, előbb rendeztem, ma már nem én rendezem, mert nem lak messze, 20 kilométerrel lakok innen. És nem is tudok már egyedül eljönni, úgyhogy a fiam most ért rá, és most jöttünk azért itt. Itt az anyai nagyszüleim vannak, itt a apai nagyszüleim, nagynénéim, nagybátyáim vannak eltemetve, meg az öcsém is itt van eltemetve, a mellette lévő, ez a véletlen. Én most elérolvom a kegyeletemet. Máskó igen, egyszer jöttünk minden szenték napján, meg előtte rendeztük, meg rendszeresen jártunk. A magyar kanizsai piacon szebbnél szebb vágott virágokat, csokrokat és koszorúkat találunk. Az árak a tavalyihoz képest drágábbak. Bakai István minden évben a piacon vásárol az ünnepekre. Néhány nappal előbb megvásárolja, amit a temetőbe visz. Idén két koszorút vásárolt, amelyeket elhunyt szerettei sírjára visz. Virág az rengeteg van, kicsit az árak húzósak, de mindenki megtanálhassa azt, amit saját magának gondolt. Úgyhogy már most benne vagyunk, és akkor hát ilyenkor ez a szokásunk, ez a dolgunk, ez a hagyományunk, úgyhogy ezt folytassuk. A krizantémot a kegyeletvirágának is szokás nevezni. Minden szentekkor és halottak napján sokan ezt a fajtát választják. Népszerű választások ilyenkor még a tartósabb virágfajták, mint például az árvácska és az őszi rózsa, hiszen ezek jobban tűrik a hűvösebb időt. Dobos Ilona vágott krizantémot, csokrokat és páfrányt is árul. Itt vágott virágokat árulunk, csokrokat, a csokrok 300 dinár, a vágott virágok attól függ, hogy milyen hosszúak, van 120 dinár is, 100 dinár is, külön van páfrányunk, az is 100 dinár. Mennyire elégedett a vásárlókkal? Nagyon elitten minket, nagyon megleptek. A tartós szárazság és az erős napsütés idén nem kedvezett a krizantémoknak, így a termesztők számára is komoly kihívást jelentett a virágok megfelelő nevelése. A kedvezőtlen időjárás miatt a virágárusok is nehéz helyzetbe kerültek, mivel a krizantémok beszerzése sok esetben nehezebbé és költségesebbé vált. Az idei év, mint ahogy az egész évre rátette a bélyegét ez a napsütés, ez a forróság, nagyon rátette a krizantémokra, és nagyon nehezen indultak meg, nagyon nehezen nyílnak, le vannak maradva nagyon. Ilyenkorára már nagyon kinyílt krizantémok vannak általában, most viszont nagyon bimbósokat lehet találni. Nehéz volt beszerezni, és szépet és extrákat találni. Nem csak a piacon, a virágüzletekben is nagy már a nyüzsgés. A krizantém és a virágcsokrok mellett ilyenkor sokan választják a koszorúkat. A kisebb koszorúk ára 600 dinárnál kezdődik, a nagyobb, díszesebb darabok pedig akár 1500 dinárba is kerülhetnek. Vágott virágot, cserepes krizantémokat, vágott krizantémok, rózsák. Csináljuk, készítsük az ikebanákat is belőlük. Művirágosakat is készítünk, sokan kivándoroltak tőlünk, és sokan, mikor hazajönnek, akkor művirágot visznek, hogy ne kelljen egész évben, nincs, aki rendezze a sírokat. Az árakról mit tudhatunk? Az árak általánosítani tudok, tehát vannak olcsóbb virágok, mint például a cserepes krizantémok, ők már indulnak 100-150 dinártól, és egészen 650-800 dinárig is el tudnak menni. A vágott virágok viszont hát azok is eléggé változó árban vannak, 200 dinártól indulnak, és 300-400-500 dinár függ, hogy milyen virágról beszélünk. A krizantémok konkrétan 200 dinár nálunk az üzletben, viszont termelőnél valószínű, hogy olcsóbban meg lehet kapni őket,
nálunk ezek az árak. Minden szentekkor és halottak napján a gyertyák lángja a sírokon azt jelképezi, hogy az elhunytak emléke tovább él a hozzátartozóik szívében. A mécsesek ára 50 dinárnál kezdődik, és akár 800 dinárig is terjedhet. Széles választék áll a vásárlók rendelkezésére. Egyszerű gyertyákat pedig 80 dinárért vehetünk. A témát pedig a stúdióban folytatjuk Horváth Ákos atyával, a Szabadkai Szent Teréz Székesegyház káplánjával. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Jó estét. A beszélgetés elején tisztázzuk a Minden Szentek és a Halottak napja közötti különbséget. Ha nem tévedek, akkor november 1-én van Minden Szentek napja. Erről mit kell tudni? Pontosan november 1-e az összes szentnek szentelt napunk. Egy parancsolt főünnepről van szó, amikor is az egyház nagy örvendezések közepette megemlékezik minden olyan szentről, akinek a nevét hát a 365 napba nem tudjuk belefoglalni a liturgiánkba, és nem fér bele a naptárba, de minden bizonnyal tudjuk róluk, hogy a megdicsőült egyház tagjai és odafönt vannak a mennyországban. November 2-a pedig halottak napja, itt ehhez képest kikre emlékezünk? November 2-a pedig egy külön dedikált nap azoknak a személyeknek, akik hozzánk közel álltak, akár szeretteink, akár olyan személyek, akik már nincsenek az élők sorában. Tehát őket úgy szoktuk definiálni ilyenkor, hogy a tisztuló egyház tagjaira emlékezünk ezen a napon. Ez már egy kicsikét, ha szabad így fogalmazom, szomorúbb nap a Minden Szentekhez képest. Ezekhez a napokhoz egyébként milyen népszokások kapcsolódnak itt a környéken, miről tudunk ezzel kapcsolatban beszámolni? Általában ilyenkor az egyház tagjai, tehát akik vallásosnak mondják magukat, és talán azok is, akik kevésbé vallásosak, ilyenkor kilátogatnak a temetőkbe. Nincs nagyon éles határvonal szabva a két nap között, tehát általában Minden Szentekkor és Halottak napjakor is kiszoktak látogatni a temetőkbe, virágot visznek szeretteik sírjához, gyertyát gyújtanak, imádkoznak a lelkük üdvéért. Talán ez a legjelentősebb népszokás ilyenkor. Felmerül bennem a kérdés, hogy a mai rohanó világban hogy tudnak az emberek ezeken a napokon egy kicsit lelassulni, jobban a szeretteikre emlékezni? Van erre valami gyakorlati tanácsa? Hát nagyon nehéz. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a rohanó világ nem nagyon könnyíti meg a dolgunkat, hogy lelassuljunk, de talán az, hogy van egy kiszakított két napunk, amikor tudunk a szeretteinkre, az elhunyt szeretteinkre emlékezni, és el tudunk hozzájuk látogatni, ahhoz a területhez, ahol az ő földi maradványaik nyugszanak, talán ez lehet egy kicsit alkalom arra, hogy visszahúzódjunk a mindennapok zajából, elcsöndesedjünk, lehetőségünk van ilyenkor a temető látogatásra, lehetőségünk van a csendes imádságokra, de lehetőségünk van ugye szentmise látogatásra is, ahol szintén kicsit talán elmélyültebben tudunk odafordulni azokhoz az emberekhez, akiket szerettünk, és akik már nincsenek közöttünk. A szentmisék ezeken a napokon miben különböznek mondjuk a Szent Teréz Székesegyházban? Mindenképpen el kell különítenünk a két napot, Minden Szenteket és Halottak napját, hiszen, mint ahogyan említettem is, Minden Szentek napján egy sokkal magasztosabb főünnepi szentmisét mutat be minden egyes atya a templomokban, dicsőséggel, két olvasmánnyal, nagy-nagy-nagy ünnepélyességgel, és nagyon érdekes, és ugye ezt mindezt fehér színben, az ünneplés színében mutatjuk be, és nagyon érdekes egyébként a Minden Szentek esti szentmise, mert ilyenkor nagyon sok helyen még megvan az a szokás, hogy a szentmise végén átöltöznek az atyák, és a gyász színébe, feketében folytatják, és fejezik be igazából a liturgiát, amikor is a gyász szertartást végezzük el, az úgynevezett lucernáriumot. Gyönyörű szép a székesegyházban, ilyenkor kialszik a székesegyház összes fénye, korom sötét van, és csak a gyertyák fénye világít, és akkor a Minden Szenteki nagy ünnepi szentmise után már a halottainkra fókuszálunk, és ilyenkor értük, imádkozunk közösen. És ami még ilyenkor nagyon szép, és talán kicsit figyelemfölkeltő, hogy a Székesegyház harangjai majd holnap este is, és
szombat reggel is, tehát másodikán reggel is hosszabb ideig fognak szólni, mert ilyenkor hívjuk föl az emberek figyelmét arra, hogy imádkozzanak az elhunytjaikért. És halottak napján pedig általában gyászmiséket mutatunk be elhunytjainkért, a Szentatya szándékára, az összes elhunytért, aki egy bizonyos plébánia területén élt. Ezeket fekete színben, a megfelelő meghittségben és elmélyültségben szoktuk bemutatni. A temetőkben is szoktak ezeken a napokon esetleg misék lenni? Nagyon sok esetben miséznek az atyák ilyenkor a temetőkben is. Mi is mutatunk majd be a Bajai úti temetőegyházi részében szombat reggel 8 órakor szentmisét a Pécs kápolnában. Ez egy szintén nagyon szép szokás, hogy elzarándoklunk mi is oda, ahol elhunytjaink nyugszanak, és ahol a földi maradványaik vannak. És akik éppen mondjuk a temetőket látogatják, a síroknál vannak, ők is oda tudnak gyűlni erre a szentmisére, amit azokért, az elhunytakért mutatunk be ott a temetőben, akik ott nyugszanak. És a temetők nyitvatartása ilyenkor hosszabbodik-e? Pontosan, már talán, ha jól emlékszem, 2 héttel ezelőttől hosszabbított nyitvatartási idővel van, amiről én tudok legalábbis a Bajai úti temető, de a város többi temetője is hosszabb nyitvatartással működik, éppen azért, hogy biztosítsuk a híveknek azt, hogy ki mikor tud, lehet, hogy munka után tudnak bejönni, lehet, hogy még munka előtt reggel, de hogy legyen arra alkalom, hogy ellátogassanak szeretteik sírjaihoz. Horváth Ákos atya így a beszélgetés végén esetleg mit üzenne az embereknek, a hívőknek, az emlékezőknek erre a következő 1-2 napra? Én azt szeretném mindenképpen, vagy arra szeretném mindenképpen fölhívni a figyelmet, hogy mindenképpen nagyon fontos a virág, nagyon fontos a gyertyagyújtás, de azt szeretném kérni mindenkitől, hogy kísérje ezeket a fizikai cselekményeket az imádság is, hogy mondjunk el egy imádságot azokért az emberekért, akiknek a sírjánál gyertyát gyújtunk, vagy akiknek a sírjára virágot helyezünk el, mert az imádságnak sokkal nagyobb ereje van, és sokkal nagyobb szüksége van azoknak az embereknek az imádságra, akik már nem lehetnek közöttünk. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Én köszönöm a lehetőséget. Ünnepélyes keretek között írták alá a Vajdaságban tanuló magyar egyetemistek a Magyar Nemzeti Tanács 2024-2025. Évi ösztöndíj szerződéseit az Újvidéki Egyetem magyar tannyelvű tanítóképző karának dísztermében Szabadkán. Átadta az Európai Bizottság Szerbiáról szóló idei országjelentését Milos Vučevićnek Emmanuel Joffre, az Európai Unió szerbiai küldöttség vezetője. A szerb miniszterelnök elmondta, hogy a dokumentumban jelentős előrelépésről írnak számos területen, főleg a gazdaság terén. Joffre kiemelte, az Európai Bizottság megerősítette korábbi értékelését, miszerint Szerbia teljesítette a feltételeket a versenyképességről, valamint az inkluzív növekedésről szóló harmadik klaszter megnyitásához. Minden Szentek és Halottak napján az ünnepnapokra való tekintettel több szabadkai közintézményben és közvállalatban munkaszüneti nap lesz, vagy ügyeletet tartanak. A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat munkatársai pénteken nem szállítják el a háztartási hulladékot, és ezen a napon a pénztár is zárva tart. A Szubotica Trans utasszállító kommunális közvállalat pénteken és szombaton a megszokott menetrendben irányítja a városi és a helyközi járatait. A Parking kommunális közvállalat pénteken nem fizetteti meg a parkolást, szombaton azonban igen. November 1-től, vagyis holnaptól kötelező a téli gumik használata Szerbiában. Mind a 4 téli gumit ki kell cserélni, közölte a Szerbiai Automotoros Szövetség. Ezeket abban az esetben kell használni, amennyiben hó, jég vagy jegesedés van az úton. Nevena Damjanovic, a szövetség munkatársa arra figyelmeztet, hogy ha bár még nem havazik, mégis legyenek meg a téli gumik, mivel a hőmérséklet egyre alacsonyabb lesz. Hamarosan beteljesül a moholi hívők régi álma, 108 év után ugyanis újra megszólal majd a nagy harang a Szent György templomban. A plébánia több mint 1500 kg-os harangot Németországból a Bremerhaveni evangélikus gyülekezettől vásárolta.
A moholi hívők régi álma teljesült a nagy harang megvásárlásával. A szükséges pénz jelentős részét Ada község önkormányzata biztosította, de püspöki engedéllyel külön gyűjtést is szervezett a plébánia. Így gyűlt össze az összeg nem csak a harang megvásárlására, hanem a szállítására és a beszerelésére is. Lakatos Zsolt, a Szent György templom kántora is támogatta a harang megvásárlását. Most adódott ez a lehetőség, és mondtam, hogy hát ha lesz ebből a nagy harangból valami, akkor mint méhész, ugye, ott volt két 200 literes hordó méz, mondom, én ezt beleadom. Amennyi lesz az ára, annyi lesz, jön a harang, én beleadom az árát, hogy hát mégis hozzájáruljak vele. A moholi harangokat az első világháború idején sorozták be. Bár a négy kisebb harangot 1924-ben pótolni tudták, a legnagyobb helyen már 108 éve üresen állt a harangszéken. Régi időkben, amikor sokkal nagyobb volt a nyersanyag ínség, mint a mai világban, akkor a harangokat hadba szólították. Ennek sok évszázados hagyománya volt, hogy amikor háború volt, akkor a harangokat levették a templomtoronyból, és egyszerűen elvitték, és fegyvert öntöttek belőle. Hát ez így történt még az első világháborúban is. 1916-ban történt ez a bizonyos besorozás. Minden valószínűség szerint egy harang az maradt. Kijelölték azt, amelyik bizonyos szempontok szerint, amelyik a legfontosabb az egyházközségnek, egy kisebbet meghagytak. Többit viszont lelökték onnan fentről a toronyból, és az összetört harangokat aztán elvitték, beöntötték, és fegyvert készítettek belőle. A nagy harang kiválasztásánál nagyon fontos szempont volt, hogy a már meglévő harangok hangjával összhangban legyen, így amikor majd együtt szólnak, nem lesz diszonancia. Az ottani nagy harang az pontosan olyan hangú volt, amire nekünk itt szükségünk van, hogy a plénum szép legyen. És akkor hát én első körben nem voltam ennek teljesen híve, hogy nekifogjunk egy ilyen dolognak, mert az Európai Unió, Németország macerás lesz hazahozni, mit tudom én, vámon át, lepapírozni, mit tudom én, csomó macera jár vele. Aztán Kántor úr, meg még valaki, aki ebbe élmunkát vállal, csak rábeszéltek, hogy na, akkor fogjunk neki. És akkor felvették a kapcsolatot ezzel a, hát igazából egy honlapon, vagy honlapon keresztül ezzel az egyházközséggel, ezzel a Szent Kereszt Evangélikus Egyházközséggel, és akkor ők végül úgy döntöttek, hogy Moholon jó helyen lesz. A megállapodást követően a harang szállítását kellett megszervezni, majd végül október 25-én pénteken délután meg is érkezett Moholra. A harang megvásárlása az Adai önkormányzat támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg. Az előző egy-néhány évben Ada község önkormányzata megközelítőleg 70 millió dinárral támogatta az egyház közösségeket a község területén. Az idei évben számunkra prioritás volt az, hogy a moholi katolikus templom új harangot kapjon. Ennek a harangnak a megvásárlását támogattuk 2 millió dinárral, tehát a célunk az, hogy az egyház közösségek működését segítsük, támogassuk, és a templomaink olyan állapotba legyenek, hogy az egy méltó állapot legyen. A tervek szerint a nagy harang az év végéig a templomtorony harangszékébe kerül, de mindenek előtt még fel is kell szentelni. Ezután egy daru segítségével a templom ablakán fogják beemelni, és végül beszerelni végső helyére. Kalmár Zsuzsa kapta idén a Pataki Gyűrű díjat, humoros, külön ecélból megrendezett gálaműsor keretében adták át a 2001 óta hagyománnyá vált vajdasági Oszkárnak is becézett Pataki Gyűrű díjat Szabadkán. Minden évben október 29-én a délvidéki magyar színjátszás napján díjazzák az előző színház évad legjobb színészi alakítását. A díjazottról 4 tagú zsűri döntött, plusz egy szavazattal a Művészeti Akadémia hallgatói. Az idei évad legjobb színésze, aki egyben a Pataki Gyűrű díjat is kapta, Kalmár Zsuzsa lett Karádi szerepéért a Szabadkai Népszínház Ki tudja, látsz-e még című előadásában. A díjazottal Balázs Andrea beszélgetett.
Zsuzsán, van a kezeden egy nagyon karakteres gyűrű. Hát, hogy vagytok ti most ketten együtt? Most itt a Vencel Valentina társulat vezetője ugye az elején mondott egy ilyen beszédet, hogy sokan azt mondják, hogy nem számítanak a díjak. Sajnos én is ebben a bandában vagyok. Tehát azt gondolom, hogy nem a díj határozza meg, bármilyen díjról legyen szó, egy embernek az értékét, vagy a munkájának az értékét. Az csak annak az öt embernek, vagy annak a hat embernek, abban a pillanatban, amikor ők látják azt az előadást, a véleménye. Ugye az előadás is folyamatosan változó valami. De azt gondolom, hogy egy ilyen díj, az mindenképpen, tehát hogy ünnep kell, hogy legyen. Kell, hogy legyenek a színházakban is ünnepeink, azon túl, hogy megvannak a bemutatók. Azt gondolom, hogy kell egy ilyen kis ösztönző erő, hogy egyszer csak te állsz ott a színpadon, egyszer csak a másik áll egy ilyen gyűrűvel az ujján a színpadon. Tehát, hogy ugyanakkor azt gondolom, hogy a díjak tudnak ösztönzőek lenni. Csak azt gondolom, hogy a mai világunk nagyon arra ment rá, hogy ha nincs díjad, akkor valójában kevesebbet érsz. És az lenne jó valahogy a fiatalabb színészeknek eljuttatni a tudatáig, hogy te ugyanolyan minőségű színész tudsz lenni díjjal, mint díj nélkül is. Tehát, hogy nem fogja ez meghatározni azt, hogy te hogyan dolgozz színészként. Tehát jól vagyok, köszönöm. Tehát, hogy a férjem azt hiszem mellettem a mezei jobban izgult, mint én. Tehát, hogy egész délután ő izgult. Hogy akkor, te biztos cicám, mert... Hogy... És én meg azt éreztem, hogy egy kicsit úgy belém szállt az izgalom, amikor a lányom megkérdezte, hogy mit fogsz felhúzni estére. De hogy valójában én nem... Tehát, hogy így nem adtam át magam ennek az izgalomnak, de attól függetlenül nagyon-nagyon örülök neki. Pont azért, mert ismerőseim ültek a zsűriben, és hogy ők díjazzák annyira ezt az előadást, ami különben is tényleg a szívem csücske, hogy azt mondják, hogy ez megér nekünk annyit, hogy azt mondjuk, hogy a tavalyi évadban ez a színészi produkció volt erre a gyűrűre érdemes. Színészként mi az, ami még örömet okoz neked, ha nem a gyűrű és nem a díj? Mi az, amitől szárnyalsz? Megmondom, a közönség. Tehát a közönség szeretete nekem. Én hajlandó vagyok nagyon sok mindent feláldozni azért, hogy a közönség szeressen. Nagyon szeretem azokat a fajta szerepeket, amiben a közönség tud szeretni, és tud velem jönni. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen ez a színház, ez egy nagy közös játék a közönség és közöttünk. Tehát, hogy lehetünk mi zseniálisak színpadon, ha nincs, aki nézi. A közös munkákat szeretem nagyon, amit a Rozival is szoktunk csinálni. Tehát amikor valami a poraiból egyszer csak lesz egy csodálatos, katartikus élmény egy másik ember számára. Azt gondolom, hogy ez a Karádi ezt sokaknak hozta el, beleértve önmagamat is. Tehát, hogy egyszer csak egyetlen ötletből, egy kósza semmiből materializálódik valami, és lesz belőle egy olyan élmény, ami szintén azt mondanánk, hogy semmi, de alapjaiban rengeti meg az ember szívét, lelkét, és azt gondolom, hogy ez a fajta teremtés számomra a legszebbek között van a világon. Monodrámát játszani színésznek más minőség, mint egyébként színpadon lenni. Bár ez nem is 100%-ban monodráma, egy picit adjunk néhány százalékot a Gézának is. Abszolút, tehát hogy így van, mégis egész más. Tehát amíg a színház egy közös játék, és tudod, hogy azért mindig számíthatsz a másikra, tehát hogy mindig épülhetsz valakire, ugye? Tehát, hogy egy előadásnak azért van élete, mert egyik pillanatban így jössz be, másik előadáson más hangulatban jössz be, és az emberek összerakódó hangulatai fogják megszülni az esti előadást, hozzájön még a nézőtén energiája, ők milyen hangulatban ülnek be, ugye mit várnak, mit kapnak. Tehát az egész egy ilyen folyton forgolódó és változó massza. Egy monodrámában nincs ennyi faktor. Tehát egy monodrámában, mondjuk ebben a Karádiban vagyok én, van a Gézu, de a Gézu itt mindig ugyanazon a hőfokon teljesít. Tehát, hogy mindig azt érzem benne, hogy gyerünk. Gyerünk, és én alád adom a zenét, és alád adom az energiámat, és mindent. Itt én szoktam, tehát rajtam lehet néha hullámzásokat észlelni, de ez azért is van, azt gondolom, hogy mert ritkán játszom, és azért másfél óra folyamatos beszéd. Tehát, hogy azt érzem, mikor van néhány előadás egymás után, nem olyan nagy idő közönként, akkor azért lazábban tudok hozzáállni. De így mindig egyfajta, tehát havonta egyszer játszani egy ilyen előadást iszonyú nehéz. Tehát, hogy nagyon megterhelő koncentráció. És a monodrában az ember sokkal jobban ki van szolgáltatva a nézőknek. Tehát, hogy itt az van tényleg, hogy ők közelülnek, ugye a Karádiban egészen közel vannak hozzám, tehát szinte testközelből érintjük meg egymást.
lakást, vagy nem érintjük, és hogy ez nagyon, engem nagyon-nagyon befolyásolni tud, hogy jönnek-e velem, úgymond, vagy pedig nem. És amikor az első szipogásokat meghallom, és az első zsebkendők úgy megvillannak, akkor azt mondom, hogy jó, jó úton vagyunk. Tehát vannak legalább páran, akik úgy jönnek velem. Lezajlott az idei belgrádi könyvvásár, a 67. alkalommal megtartott könyvszemre látogatottsága rekordot döntött. A vásáron számos könyvbemutatóra és író-olvasó találkozóra került sor. Mások mellett a Fórum Könyvkiadó Intézetnél megjelent magyar-szerb frazeológiai szótárat is az idei belgrádi könyvvásáron mutatták be. A gyors ütemű technológiai fejlődés korában még mindig sokszor halljuk, hogy a papír alapú könyvek nem veszítenek a varázsukból. A belgrádi könyvvásárnak idén több mint 203 000 látogatója volt, ami a szervezők szerint rekordlátogatottságnak számít. Az október 19-e és 27-e között megtartott rendezvényen mintegy 420 kiállító mutatta be kínálatát, amelyek közül sokat kedvező áron lehetett megvásárolni a helyszínen. A kisebb kiadóházak különösen fontosnak tartják a vásáron való részvételt, mivel így van alkalmuk bemutatkozni az olvasóknak. Angela Vukanics egy csak nem másfél éve működő könyvkiadó tulajdonosa. A kiadónál mások mellett olyan magyar szerzők könyvei is megjelentek már szerb nyelven, mint Csernus Imre és Puskás Panni. Krenuli smo sa knjigom Želim i hoću, koju sam ja žela da predstavim srpskom tržištu. Inače, to je jedna od najprodavanijih knjiga ikada u Rusiji, što se tiče te publicistike. Nije bila prevođena kod nas i sa tom knjigom je sve krenulo nekako vrtoglavo, brzo, tako da mi postojimo godinu i nešto dana, a eto, već imamo, ajde, možemo da kažemo nekoliko hitova iza nas. A Fórum Könyvkiadó Intézet gondozásában megjelent magyar-szerb frazeológiai szótár ős bemutatójára is a belgrádi könyvvásáron került sor. A kötet szerzője Andrics Edit, az újvidéki magyar nyelv és irodalom tanszék tanára. Ez egy hiánypótló szótár, végül is ilyen nálunk még nem jelent meg. Voltak kísérletek, a Tankönyvkiadó Intézet adott ki a 70-es években ilyen kisebb szótárakat, kétjelű szótárakat, de igazi nagy szótár, frazeológiai szótár, ilyen terjedelmes szótár nálunk még nem jelent meg. A szótár 7,5 000 vezérszót és mintegy 31 000 frazeológiai egységet tartalmaz. Ezen kívül bemutattuk itt most a belgrádi könyvvásáron két sorozatunkat. Az egyik az a tranzakció műfordítás sorozat, amelyben különböző délszláv nyelvekről fordítunk magyarra. A másik sorozat az viszont nemrég indult, és az Újvidéki Akademiska Knyigával közös vállalkozásunk, ebben pedig magyar kortárs irodalmi műveket fordítunk szerbre. Virág Gábor, a Fórum Könyvkiadó Intézet igazgatója elmondta, a most megjelent magyar-szerb frazeológiai szótár részét képezi majd a jelenleg készülő magyar-szerb középszótárnak. Rengeteget beszélünk arról, hogy a történelmi magaslatokban vannak a szerb-magyar kapcsolatok, és hát úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy minél jobban megértse egymást a két nép, először is azt kell megérteni, hogy mit mond a másik, amihez egy szótár az nélkülözhetetlen. Ugye a fórum az dolgozik a magyar-szerb középszótár megjelentetésén is, ez az anyag, amit Andrit Hedit állított össze, ez szerves része lesz a középszótárnak. A vásáron a legnagyobb szerbiai könyvkiadók is bemutatták az új, illetve a legnépszerűbb kiadványaikat. Sajan knjiga je postao tradicija, ja bih rekla, naše kulture, 67. po redu. I on je potvrdio kao retko šta da traje i da je vitalan. Sajam knjiga svake godine privlači veliki broj ljudi. I ja sam na sajmu skoro 15 godina i nikada nisam primetila
neku oseku posetilaca. I sve mi to govori da je ova manifestacija koju treba sačuvati, očuvati, unaprediti, negovati, jer retka je prilika da vi na jednom mestu imate celokupnu produkciju, domaću i stranu, u prethodnoj godini. I ne samo to, na sajam dolaze pisci, da se vide sa kolegama piscima, da se vide sa čitaocima. Samo na štandu Lagune više od 40 autora potpisuje svoje knjige i ti susreti su zaista neprocenjivi. Pisanje je samotna aktivnost, ali kada se sretnete sa čitaocima, to onda dobija neku drugu dimenziju. Az idei belgrádi könyvásáron 340 szerbiai és 84 külföldi kiállító mutatta be kiadványait. Az esemény díszvendége Kuba volt. A Karibi-szigetország kulturális sokszínűségét és hagyományait mutatta be a vásáron. We are very glad to be here participating in this important fair for the first time. And this year Cuba is the guest of honor. Of the fair is very important for us. We are participating with samples of our catalog that are about many topics, literature, science, culture in general, also books for children. A könyvszemle egyik kiemelt eseménye Toni Parsons vendégszereplése volt. A brit szerző, újságíró legújabb regényének világpremierjére a belgrádi könyvvásáron került sor. A szervezők már tervezik a jövő évi könyvvásárt is, amely október 18-a és 26-a között lesz megtartva a szerb fővárosban. Ez volt már a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap hírháttér műsorunk Minden Szentek miatt elmarad, legközelebb hétfőn Kartali Rita várja önöket, további kellemes estét kívánok a viszontlátásra!